A nukleáris energiáról alkotott véleménye a világnak jelentős módosuláson esik át. A tudományos kutatások és a magyarázatok után hiába ockodik a világ, a nukleáris energia része a mindennapi életünknek. Cserháti András, a társaság alelnöke, a szimpózium kerekasztal beszélgetése után fejtette ki véleményét. Magfizika az a mindennapi életünk szerves része. Nagyon lényeges dolog, hogy a fejünk fölött egy fúziós reaktor működik, ezt úgy hívják, hogy nap. Tehát az az energia, az a meleg, ami onnan áramlik, az magreakciók eredménye. Illetve hát a testünk maga is, az az anyag, ami bennünket alkot, az kozmikus események, kozmikus reakciók, folyamatok eredménye, szupernovákban keletkezett, vagy az ősrobbanás során keletkezett. Ez, fejtette ki a társaság alelnöke, minden résztvevőnek közelebb hozta azt a tudományt, amivel foglalkozunk. Az elmúlt 17 év jelentős változásokat hozott a szakmában, és ez leginkább a paksi atomerőmű fejlődésében mérhető le, mondta Ördög Miklós, a tudományos társaság elnöke. Most már igazándiból ott tartunk, hogy az eredményekről számoltak be, mert hogy azt is mondhatjuk, hogy az atomerőmű a technika, a adottságokat felhasználó fejlesztéseit azt olyan értelemben elérte, hogy megvalósította az összes olyan nagyobb projektet, amit ebben az erőműben meg lehet valósítani. A technológia oldalon, a szervezeti oldalon nyilván vannak fejlesztési lehetőséget, és úgy tudom, az atomerőmű tervez is ilyen fejlesztéseket, de a technikai oldalon most akkor kiemelném a teljesítménynövelést, a 15 hónapos kampány megvalósítását, és mint hát legnagyobb projekt, ami az, hogy a 30 évről 50 évre emelték az atomerőmű üzemidejét, ami most már abban a szakaszban vagyunk, mert 17-ben elvileg a negyedik blokknak is le kellett volna állnia. Azt gondolom, hogy ezek a fejlesztések jól jelzik azt, hogy milyen fejlesztések történtek a nukleáris szakmában. A kétnapos szimpóziumon közel 50 előadás hangzott el, többek között Paks 2-ről és a rádióaktív hulladékok kezeléséről. Emellett tudományos kerekasztal beszélgetések és egy Madame Curie életét és munkásságát bemutató színházi előadás is színesítette a programot.